1716-ból való 300 éves a Mikec család címeres nemes levele. Mikec Mihálynak és feleségének 6. Károly német-római császár adományozta. Armális nemes levél lesz, tehát ami azt jelenti, hogy ezzel csak nemesi cím járt, birtok nem járt. Valószínűleg valami hadi dicsőségét kaphatta az ős ezt a levelet, és ugye ez azért fontos minden ilyen nemes levél, mert meghatározzák benne a nemesi címet, ugye ebben a Mikec család, ezen ágának a nemesi címerében egy ágaskodó ló, fekete ló látható. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár 100 éve őrzi a nemesi származás bizonyító dokumentumot. Az évforduló alkalmából szerveztek jubilómi találkozót a család számára. Nagyon sok olyan családtag van, akivel én is most találkozom először. Tehát tulajdonképpen azért szétszóródik a család. Igaz, hogy amikor Mikec Mihály 300 évvel ezelőtt megkapta az nemesi oklevelét, ma, ahogy én számolom, körülbelül 44 olyan 50 év alatti fiatal van, aki tovább tudja vinni a családot, ebből mintegy 60% férfi. A család minden tagja Szabolcs vármegyei tisztviselő volt. Katonáskodott, alispánok, főispánok és szolgabírók voltak. Kiemelkedő tisztségre tett szert Mikec Ödön főispán, aki a gömbös kormány igazságügyi minisztere volt. Kemecse és Gáva településeken és környékükön élt a nemesi família. A család szellemi örökségére méltán büszke a megye. Ez a család, ez a megye szempontjából a gazdasági életben is, a politikai életben is, és azt hiszem, hogy a társadalmi életben is olyan szerepet töltött be, amely méltó arra, hogy a hagyaték az valóban olyan helyre kerüljön, ahol könnyen hozzáférhető, könnyen átlátható, és ezáltal úgymond a közvéleménynek, a közéletnek a részévé tehető. Mikec Ödön, Kálmán, Pál, Gábor és László családját mutatja be a kiállítás. A levéltári dokumentumokon kívül a megyei múzeum őrzi a család tárgyi emlékeit is.